Polgármester asszony látogatást tett óvodánkban, szeretettel vártuk, megmutattuk a szivárvány varrodáját, ahol készítjük a maszkokat. 500 maszkot készítettünk március 25-e óta. Nem csak az önkormányzat segítőinek készítünk, hanem a szülőknek, gyermekeknek, és minden dolgozónk megkapta a védőfelszerelést. A holnapi napra tervezzük a kerti munkát az óvodánkban, mert minden dolgozónk egyéni munkarendben jár dolgozni. Számunkra legfontosabb az egész védelem. Tehát aki nem tud bejárni, mert vidékről jön, a szabadságon van, vagy betegállományban is lehet, de itt bent folyamatosan haladunk a munkával. A szülők folyamatos tájékoztatót kapnak a gyerekekről, adjuk nekik a meséket, az otthon elkészíthető játékokat, és itt a Dadus nénikkel megtörtént az óvoda fertőtlenítése. Az önkormányzati intézményekben varrott maszkokat budakeszi lakossága ingyen megkaphatja, a polgármesteri hivatalba befáradnak, és ott egy személy maximum két darabot vihet el. Azt mondanom kell, hogy a készlet erejéig, most amíg itt voltunk, egy óra alatt a kedves óvónők 22 darab nagyon szép maszkot vartak, kiszabták, megvarták és kivasalták, amit mi most viszünk be a polgármesteri hivatalba. Na most annak, akinek esetleg van jó minőségű varró anyaga, alapanyaga, szövete, azt természetesen szeretettel várják az intézmények. Konkrétan a mai napon a BKTV operatőre is felajánlott anyagot az óvodának. Köszönjük szépen neki is ezúton is. Szeretném felhívni a figyelmüket a szülőknek arra, hogy április 17-ig lehet online jelentkezni az óvodákban. Az iskolákban is elindult a beiratkozás ezen a héten, és a jövő héten tudják a szülők szintén ott is interneten keresztül a gyermekeket beiratni. Ha bárkinek kérdése van, mi az intézményekben szívesen állunk a rendelkezésükre. Az iskola honlapján, illetve az óvodánk honlapján is megtalálható mindaz egy fordanyomtatvány, amit a szülőknek ki kell tölteni. Akinek nincs erre lehetősége, az egyébként egy e-maillel is jelezheti a felvételi szándékát. Az iskolába kérik az OM azonosítót a szülőktől, amennyiben a szülők nem rendelkeznek OM azonosítóval, nincs ismeretük róla, kérem keressenek meg minket, mert szívesen segítünk ebben is.